Egy Montmartre garzon lakásban magukra hagyott gyerekek világát vetíti a nézők elé Jean Cocteau 1929-ben írt, Forgács András által dramatizált kisregénye. A szerző az emberi lélek könyörtelen ábrázolásával ösztönözte a modern színházat a klasszikus tragédia feltámasztására és a fiatal rendezőt annak színpadra állítására. Ez az előadás, ez sokkal inkább drámahű, és hát azért választottam ezt, hogy belekóstoljunk egy ilyen munkába is, és hát úgy utólag azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal nehezebb ügy, sokkal nehezebb volt, mint az improvizációk alapján megszülető etügyellegű előadás. Pult a darab legkomplexebb figuráját Katona Gábor alakítja. Hát ez az első főszerepem, ezért nagyon fontos nekem. Maga Paul nagyon érdekes figura, ez egyik legnehezebb szerepem, amit eddig játszottam. Nagyon összetett. Hat rá a testvére, illetve a barátai, és a legfőbb jellegzetessége az, hogy sokszor nem tud különbséget tenni a valóság és az álmai között. Noha a társulat a díszletek és jelmezek vonatkozásában is csak addig nyújtózkodhatott, ameddig takarója ért, a díszlet és jelmeztervezőnek sikerült megidéznie a kor hangulatát. Természetesen ugye mindig a koncepció az, ami megadja azt, hogy most a korban mi az, amit kiemelünk, vagy esetleg korhű jelmezekben hozzuk létre a dolgot. Hát ez olyan kicsit feles, mert ugye kicsit hallja ez is a 20-os években, de ugyanakkor ez nem volt alaptételünk, hogy teljesen rámenjünk arra az évekre. A Magyar Kanizsán 2 éve megalakult gondolatjel társulat kísérleti színház, amely előadásait elsősorban azoknak ajánlja, akik mernek gondolkodni és újra gondolni, valamint hisznek abban, hogy a színház sokkal több, mint puszta szórakoztatási lehetőség. A nézőket mélyen elgondolkodtató darabot február 1-én újra műsorra tűzik Magyar Kanizsán.